polgármester asszony, november 24-én találkoztunk így a kamerák előtt utoljára, ma december 8-a van. Ez alatt az idő alatt a bölcsödében, az óvodában és az iskolában is végeztek teszteket. Köztudott az is, hogy az óvodában az oktatási hivatal rendkívüli szünetet is elrendelt. Miért volt erre szükség, és mi a helyzet most az intézményeinkben? Jó, hát azt hiszem, hogy 24-én is beszéltünk arról, mert akkor már benne volt a kormányrendeletben, hogy célzott teszteléseket végeznek bizonyos intézményeknél, az oktatási intézményeknél, az egészségügyi intézményeknél és a bölcsödékben. No, ez kezdődött el 27-én pénteken, illetve azon a héten. Mondanám sorra, a bölcsödét tesztelték, ott pozitív dolgozót találtak, nem rendelték el az árlatot, hanem a bölcsöde tudott hétfőn működni tovább, úgy, hogy a fertőtlenítést megcsináltuk hétvégén. Egyetlen egy dolgozónál találtak pozitív tesztet? Igen, igen, de volt egy igazolt beteg dolgozó, aki már gyógyult, tehát ő már a következő héten vissza is jött dolgozni. És milyen intézkedéseket folytattak ott le? Mi történt? Tulajdonképpen az történt, hogy a fertőtlenítő takarítást megcsinálták, és mivel hétfőn várni kellett a kisgyerekeket, meg a dolgozókat, ezért egy nagyszabású fertőtlenítés történt a bölcsödében. Ott történt ózonos fertőtlenítés? Igen, ez a félig meddig ózonos fertőtlenítés történt, de nem az egész bölcsöde területére, csak azokra a helységekre, ami érintett a fertőzés veszély szempontjából. Szóval itt az ózonos fertőtlenítéssel kapcsolatban valami óriási félreértés van, úgyhogy ezt majd idővel helyre kéne rakni, bár azt hiszem, jegyzőasszony fölrakta a Facebookra azt, hogy ellenjavolt, meg elég érdekes dolog az ozonos fertőtlenítés. No, iskoláról igazából nagyon nem tudunk, mert onnan nem kaptunk híreket. Annyit tudtunk, hogy ott is találtak pozitív dolgozókat, nem sokat. A hétfői információm szerint most egy dolgozó pozitív, és 5 osztály van távoktatásba kirendelve. Konkrétan a 8-án, 8-B, 6-B, 5-B, igen. Tehát alsó tagozatban nincs, az első héten volt, hogy az alsó tagozat is sorra került, ez megváltozott. Egyébként ők miért kerültek haza? Tehát miért vannak járványügyi megfigyelés alatt? Nem tudom, hogy mit kapott az iskola, mert a tankerülettől én nem kaptam ilyen értesítést. Az óvoda részéről megkaptam a felügyeleti szervtől az intézkedést, de hát nem mi vagyunk a fenntartók, hát mert gondolom egy pedagógus találtak, vagy jelzés érkezett. Én nem akarok beszélni, én igazgatóasszonnyal beszéltem. Pont ezt akartam megkérdezni, hogy az iskola vezetősége kapcsolatban van azért a Péti polgármester hivatalral? Természetesen, de mivel én nem vagyok a főnöke, meg a fenntartója, ezért nem kaptam pontos válaszokat, és azért kérdeztem az iskola vezetőtől, hogy mi az, hogy karantén, vagy csak távoktatás van, azért, mert a pedagógus nem tudott jelen lenni. Nem kaptam erre választ igazándiból, a tankerülettől sem. Tény, ami tény, hogy az iskolában ezen a héten 5 osztály távoktatásban dolgozik. Most, hogy ez karanténe, vagy milyen eljárás alá esik, ezt én nem tudom, de nekünk ez nagy gond. Azért nagy gond, mert a távoktatásban lévő gyerekek étkeztetéséről is gondoskodnunk kell. Tehát azon kívül, hogy az iskola működik, a 16 osztályból 11 működik, meg kell szerveznünk az étkeztetést, ebből az 5 osztályból is, ahol kiestek az étkező gyerekek, meg kell szerveznünk, hogy aki igényli. Tavasszal is volt ilyen helyzet, és azt is megoldott az önkormányzat. Na de tavasszal az egész iskola be volt zárva, és tavasszal nekem volt szabad konyhai munkásom, aki ezt le tudja bonyolítani. Most nincs, mert ott vannak az iskolába, tehát nekem most nem is tudunk kiszállítani ételt. Tehát a tegnapi nap folyamán ment egy kör-e-mail a távoktatásban levő gyerekek szüleihez, hogy amennyiben igénylik az étkeztetést, azt jelezzék,
akkor azt mi megszervezzük, de be kell jönni érte a hivatalba. Tehát nem az iskolába, mert oda akkor nem mehetnek be, hanem a hivatalba. Hát lassacskán csöpörög a jelentkezés. Én azt szeretném, ha pénteken is tudnám, hogy hétfőn hány osztály marad távoktatásban, mert most is úgy jártunk, hogy pénteken megvolt a létszám, nem tudtuk, hogy hány osztály, és mivel két vagy három osztály távoktatásban rendeltek pénteken délután, 40 kaját kihoztunk, úgyhogy ki kell fizetnünk. Tehát nem mindegy. Nem mindegy, mert a gyerekek étkeztetését meg kell oldani, nekünk az ételt meghatározott időig le kell adni az adagszámot, hogy mit szállítsanak ki a következő tanítási napra, és ez változik, akkor azt nekünk ki kell fizetni. Ennyit az iskoláról, tehát ennyit tudok. Óvoda. Óvoda. Óvodánál megvolt a teszt 27-én, amikor több pozitív, átlagon felül pozitív teszt született. 10 feletti volt ez a létszám, ugye? Nem volt 10 feletti a létszám, mert voltak táppénzen lévők is, tehát nem volt 10 feletti a létszám. Akkor meg lehet mondani konkrétan a számot? Nem lehet megmondani konkrétan a számot, mert senki nem írja le a számot pontosan, hogy mi volt. Amit megy a Facebookon, az nem teljesen úgy dolgozik. Van, aki beteg volt, van, aki pedig COVID pozitív lett, aki tünetmentes volt, és utána lettek a tünetei, és megbetegedett. Lényeg a lényeg, hogy ekkor született a döntés, amire az oktatási hivatal hozta ezt a bizonyos határozatot, hogy rendkívüli szünetet rendel el 2020. 11.30-a, tehát hétfőtől arra a hétre vonatkozóan. Tehát ezen a héten az óvoda újraindult, az óvoda működik, akik betegek, azok otthon vannak, de hála Istennek lassanként fölépülnek és gyógyulnak, úgyhogy hétfőn is három csoporttal teljes létszámmal elindulhatott volna az óvoda 75 gyerekkel, és 11 gyerek volt az óvodában. Említette, hogy a bölcsődében is rendkívüli nagy takarítást tartottak. Ugyanez megtörtént az óvodában is? Megtörtént az óvodában, mert a járványügyi hatóság pénteken már elrendelte a fertőtlenítő takarítást azokkal a vegyszerekkel, amiket mi központilag megkapunk, illetve az intézmény megkap. Ez megtörtént pénteken. Itt az, ami a Facebookon megy, hogy miért nem rendelünk el ózonos nagy takarítást, azért nem rendelünk el, mert 10 nap alatt egy macska szomjan hal egy olyan intézményben, egy olyan helységben, ahol nem jut táplálékhoz és italhoz, akkor ez a dögvírus, amit nagyon utálunk, ez elpusztult. Tehát szükségtelen. Azon kívül az ózonos takarításnak csináltuk mi a hivatalba egy-két helységbe. De úgy, hogy másnap már dolgozni kellett menni. Igencsak bonyolult egy feladat az óvodába, amikor zárlatot rendel el az oktatási hivatal. Tehát nem lehet belépni az óvodába, akkor nem tudom, hogy milyen dolgozókat rendelünk be oda, hogy áthelyezzék azokat az élő szervezeteket, amiket az ózonos nagy takarítás elpusztít. Gondolok itt az összes növényre. Tehát ez egy nagyon szigorú dolog, és én azon csodálkozom, hogy ezt követelték, hogy miért nem mennek gázmaxba oda emberek, és miért nem fújják. Nincs szükség rá. Az óvoda takarítása meg volt oldva, most is meg van oldva. Az, hogy ez a vírus embereket fertőz meg, ez bárhol előfordulhat. Nyilvánvalóan azért csinálták ezt a tesztelést a felsőbb szervek, hogy megnézzék, hogy hol van, ahol fokozott mértékben előfordul. És ezért kezdték az óvodával, bölcsödével, iskolával. De leállították, tehát nincs tesztelés tovább ezekben az intézményekben. Mert olyan alacsony számú eredmény jött ki, hogy most kezdik a másik csoportokat, hogy hát ha valahol veszélyeztetett csoportok vannak. Visszatérve az óvodára, ön is említette, volt kettő olyan önkormányzati képviselő, aki kérte, sőt követelte azt, hogy történjen meg az ózonos fertőtlenítés. Ők milyen választ kaptak?
Nem kaptak választ, mert veszélyhelyzet van. Amikor egy háborús helyzet van, akkor már megbocsássam, jó szándékból tették. Tehát nem rossz szándék volt az ő felvetésük. Kicsit a hanggal, most már én is türelmetlenebb vagyok decemberben, de el tudom fogadni, hogy ilyenkor nincs követelés. Ilyenkor van egy eljárásrend, és ráadásul ennek az eljárásrendnek a véghezvitelét nem is az önkormányzatokra, a polgármestere és a jegyzőre testálták, hanem a kormány kivette a kezéből, és központilag. Tehát a járványügyi hivatal, az oktatási hivatal, tehát hivatali szinten központilag kezelték ezeket a dolgokat, tehát amit kell csinálni, azt ők rendelték el. Ezért tette föl jegyzőasszony december 4-én a Facebookra, ahol elmondta, többször konzultáltunk, intézményvezetők is konzultáltak a járványügyel, konzultáltak a felsőbb szervekkel, hogy mi a teendő, mit lépjenek, hogy értesítsék a szülőket. Visszatérve az ózonos tisztításra, én azért tudok olyan orvosi rendelőt és olyan intézményeket, ahol ezzel a lehetőséggel élnek. Nem tudom, hogy milyen orvosi rendelőt tudsz, meg milyen hivatal tudsz, de itt van, és ez is felkerült a Facebookra, amikor van egy ilyen utolsó mondata a valamelyik felsőbbrendű hatászk, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ózontermelő légtisztítók használata ellenjavalt. Tehát ez csak nagyon szigorú ellenőrzés folyamán, és olyan esetben, mint például a pesti szociális otthonokban, amikor nagyon gyorsan kellett, nagyon gyorsan megcsinálni mindent, hogy minél hamarabb kerüljenek vissza az ott lakók. Tehát mi ózonoztunk, hát a hivatalban is egy-egy helységet megcsináltunk hétvégén, na de az óvoda az egy hatalmas épület. Az egy hatalmas épület, és semmi szükség nincs rá, mert nincs mit ózonozni, mert 10 nap alatt elpusztul, akit ki akarunk írtani. Nem csak erről a konkrét esetről van szó, tehát bármikor lehet még arra szükség most a járvány ideje alatt, hogy gyorsan kellene fertőtlenítünk. Akkor gyorsan fertőtlenítünk, de nem egész épületet, és nem úgy, hogy nem tudjuk megoldani a körülményeket, mert megoldottuk a hivatal régi épületében, megoldottuk az új épületbe azokat a veszélyeztetett területeket, a bölcsödének azt a veszélyeztetett területét, de egy egész intézményt, ami nem karanténban van, hanem szünetet rendelnek el, és a szünetelrendelés az nyilván arról szólt, hogy gyógyuljanak meg a dolgozók, hogy legyen, aki visszamegy és dolgozik. Egyébként, amikor visszaérkeztek a dolgozók, és most olyan időket érünk, hogy egyikünk sem tudhatja, hogy ki fertőzött és ki nem. Tesztelték újra őket? Úgy volt, hogy hétfőn lesz tesztelés, de leállították a központi tesztet. Tehát nincs központi teszt, és tulajdonképpen én azt tudom mondani, hogy aki betegnek érzi magát, ne menjen. Mert van, aki nem érzi magát betegnek, most is mielőtt eljöttem, egy órával ezelőtt hallottam, hogy a gondozási központ egyik dolgozója, nem mondom meg, hogy ki, de nem a bölcsödében, COVID pozitív. És nem a gyors teszt, hanem teljes mért. Bárki elkaphatja. A hivatalban is a harmadik dolgozónk van otthon. Tehát bárki elkaphatja bárhol. Tehát ehhez nem kell ráfogni arra, hogy óvoda, vagy bölcsöde, vagy iskola, bárhol. Meg kell tartani a szabályokat. Többször esett szó arról, hogy milyen felügyeleti szervek járhatnak el járványügyben, és hogy mennyire központosított ez az egész intézkedési rendszer. De azért mi pétiek mégis egy hajóban nevezünk. Az itt élő emberek is félnek, szoronganak, szükségük van arra, hogy információkat kapjanak, és szükségük van arra az érzésre, hogy ez a képviselőtestület, ez a polgármester hivatal, a polgármester értük él, dolgozik és segít nekik. Meg kell, hogy mondjam, én csak azt tudom mondani, hogy veszélyhelyzet van. Bárki által elérhető a Facebook oldalon a koronavírus.gov.hu oldal. Minden nap ott van a napi jelentés rajta. Minden nap ott van, hogy mik a központi előírások, amiket nekünk be kell tartani és be kell tartatni.
benne rajta van a Facebookon a megjelenő kormányrendeletek, ami pontosan kimondja, hogy kinek mi a dolga. Mi mindent megcsinálunk, nekem egy kicsit az fáj, hogy itt az csinálja jól, aki sokat szerepel. Én meg úgy érzem, hogy az én környezetemben és az intézményeinknél is sok embernek a nyelve lóg. Mert nem szerepel, hanem csinálja a dolgát, és betartja a szabályokat, és megpróbálja végrehajtani azt, hogy ezt a helyzetet valahogy kezelje. Szerintem ez sokkal hasznosabb. Csak így végén vagyunk, és mindenki egy kicsit elfáradt, mindenki kicsit ingerültebb, és ugye elcsodálkoztam a Facebook bejegyzéseken, hogy olyan szavakat használ, amit én soha nem hallottam tőle, de én bízom benne. Ezt az egy hónapot bírjuk még. Emlékszem, hogy tavasszal még kaptunk olyan tájékoztatást önkormányzati szinten is, hogy hány ember van járványügyi zárlat, járványügyi megfigyelés alatt. Most semmi ilyen tájékoztatást nem kap az önkormányzat. Nincs. Azért, mert ők se bírják. Tehát nem a tájékoztatással foglalkoznak, hanem pontosan az ilyen intézményi eljárásrendekkel, hogy mit csináljanak, hogy csinálják. Tehát nem azért nem kapunk, mert nem akarják, hanem egyszerűen ott is emberek vannak és dolgoznak, és nem, és már végén már mi is késve kaptuk meg, hogy már rég lejárt az zárlat, mire megkaptuk a tájékoztatást, mert nem ez a dolguk. Az a dolguk, hogy kezeljék az ügyeket, és továbbítsák a felsőbb szerveknek az ő információjukat. Tehát ön szerint jól működik egyébként ilyen szempontból Magyarország? Én nem tudom, hogy tud működni jól egy ilyen rendszer, amikor benne vagyunk. Mindenki azt mondja, hogy nem jól működik. Majd ha túl leszünk rajta, akkor nyilván mindenki kiértékeli, hogy ez hogy kellett volna, de mi most benne vagyunk, és nekünk kell végigcsinálni az egészet, és nekem az a kérésem, hogy hagyjanak minket dolgozni. Mi tényleg végre akarjuk hajtani az előírásokat, meg akarjuk oldani a problémákat, és nekünk sincs időnk válaszolgatni mindenféle Facebookra, és reagálni mindenféle Facebookra. Mert aki informálódni akar, az a médiából tud informálódni, hogy milyen szabályok vannak, kik a felelősek, kik vállalhatnak felelősséget érte, de most én kérek segítséget. Én a tavaszi időszakban is kaptam ilyen üzeneteket, hogy rendeljem meg hipozam lepétfürdőt, meg ez, akkor se csináltam meg. Furcsa módon elült az egész. Ez is elül. Csak sajnos, amit tavasszal nem hittünk, hogy a második hullám az tényleg lesz, és hogy ilyen brutális lesz. És ahogy elnézem a megyéket, tavasszal Veszprém megye úgy hátul pullogott, most szerintem mi ezért keményen megkapjuk a betegségeket, és hát sajnos Pétfürdőn is szomorú események vannak, és ismerjük, hogy hány ismerősünk beteg, és hány ismerősünk nem élte túl ezt a szörnyű betegséget, de nekünk ezt kell kezelni. Ezt kell kezelni. És azzal, hogy itt bosszantjuk egymást, meg követelőzzünk, ezzel nem megyünk előbbre. Többször megemlítette a Facebookot, de a polgármester hivatali e-mail címére, honlapjára, telefonon keresztül érkeznek folyamatosan megkeresések a PT-ektől? Hát a PT-ektől nem nagyon. Én a képviselőktől kapok reagálásokat, de a polgármesteri hivatalhoz se telefonon, semmiféle ilyen reklamáció, vagy az önkormányzati e-mailjére nem jött még. Én ezért csodálkozom, hogy lehet, hogy elkeseredett és fáradt emberek, de este 10-kor név és arc nélkül véleményt tudnak mondani. A hivatal, a polgármester, meg egyes intézményeknek a munkájáról. Én nekem az a tiszteleteljes kérésem. Nekem a telefonom mindig ott van. A hivatalban ott vagyunk. Föl lehet emelni a kagylót, vagy a önkormányzatnak, vagy a polgármesternek a e-mailjére el lehet küldeni a problémát.
és akkor válaszolni fogok rá. Ha valaki adja a nevét, arcát nem is kell, de legalább a nevét adja hozzá. Polgármester asszony, van-e még valami, amit a COVID-járvánnyal kapcsolatban el akar mondani a pétieknek? Az, hogy éljük túl. Én most szeretném, mondom, a többi háromnak a statisztikája nagyon jól hangzik, és engem abszolút nem lepett meg, hogy megmaradtak ezek a szigorítások. Még akkor is, ha karácsony meg szilveszter közbeesik, mert nekem úgy félig meddig meggyőződésem, hogy a nyári nagy felszabadítás azért egy nagy lapáttal tett arra, hogy itt a második hullám ilyen ragyogóan el tudott indulni. Bírjuk már ki ezt. Bírjuk már ki. Más nem nagyon tudunk csinálni. Mindenki ezen dolgozik, csak tényleg azt érzem, hogy mindenki fárad. Mindenki türelmetlenebb lesz, de ez nem megoldás, tehát tartsunk már ki egy kicsit. Egy hónap, aztán már sokkal jobb lesz. Térjünk át az önkormányzat egyéb ügyeire is. Nem olyan régen a képviselőtestület komoly viták után úgy döntött, hogy 2021-ben helyi adó emelést fog végrehajtani. A Magyar Közlönyben december 1-én pedig megjelent egy kormányrendelet, amely rögzíti, hogy a települések nem változtathatnak a helyi és települési adó mértékén jövőre, sőt új települési adót sem vethetnek ki. Mi erről az ön véleménye? Igen, ez egy elég érdekes megfogalmazás. Ezen az okos jogi tudós szakembereim is dolgoznak a hivatalban, de az egész országban. Én azon csodálkozom, hogy ezt a kormányrendelet minden másfél hónappal ezelőtt hozták. Tudnék, minden település, aki az adórendeletébe valami módosítást kívánt végrehajtani, annak meg kellett hozni az adórendeletet, és ki kellett hirdetnie november 30-ig. Tehát nekünk is ki van hirdetve, tehát nekünk él a rendeletünk, csak nem léphet hatályba. Tehát mi nem a kormányrendelet megjelenése után hoztuk meg az adórendeletünket, hanem mint minden település Magyarországon, ahol helyi adórendelet módosítást történik. 30 nap kell a kihirdetésbe, hogy január 1-én hatályba léphessen, ezért november hónapban mindenki meghozta, hogy ki tudja hirdetni, hogy hatályba léphessen majd 2021. január 1-én. Most, tehát a rendelet él. Most az a kérdés, hogy ez a kormányrendelet meddig él? A vészhelyzet lejártáig, ami február 11, és akkor hatályát veszti, vagy pedig megerősíti a országgyűlés, és hatályban tartja, és akkor ez lesz a hatályos, ami egész évben él, akkor lehet gondolkodni, de per pillanat nekünk van egy működő adórendeletünk december 31-ig, van egy érvényes rendeletünk, amit kihirdettünk, de nem léphet életbe január 1-ével. Ettől függetlenül erre a kormányrendeletre annyira nem haragszom, bár az indoklására igen, mert szerintem ez még a kisebbik rossz megoldás, mert szerintem ezzel meg akarták menteni az iparüzési adót. Tehát nem tudjuk még, hogy mi a lépcső, mert visszavonni nem, hanem hogy lehet hatályba helyezni. Lehet, hogy 22. január 1-jel kell hatályba helyezni, és egy olyan módosítás kell. Általában a novemberi testületülésen szokta tárgyalni a képviselő testület a település az önkormányzat 1/3/4 évi gazdálkodását. Ilyenkor sok-sok oldalas szakmai anyag készül el. Ez elkészült idén is? Természetesen ezt ki is küldtem. Erre egy kicsit találkozom, mert kiküldtem az összes képviselőnek, az összes bizottsági tagnak, és érkeztek észrevételek?
Érkeztek észrevételek? Semmi. Semmi észrevétel nem érkezett egyébként. Talán azt is megértem, hogy miért. Hát mindenki dolgozik, mindenki benne van ebben a évvégi pörgésben. Mondanám az adatokat. Érdekesek az adatok, de igazából nem pedig teljesen a valóságot. Ugye ez azt jelenti, hogy szeptember 30-áig, tehát 2020. szeptember 30-án volt a zárás. Így van, így van. És akkor volt bevételünk 1 milliárd 394 millió 215 ezer forint, és kiadásunk 765 ezer 311 ezer forint. Ez akkor mond valamit, ha megnézzük, hogy a tervezethez képest hogy alakultak ezek? Tulajdonképpen itt ami miatt a ekkora különbség a kettő között, az a beruházásoknak az elmaradása, illetve a csúszásra, illetve a kifizetése van. Hát aztán van egy 30-40 millió forintos tétel a dolgozói jutalom, tehát amik nem kerültek kifizetésre az első fél évben. Azt kell, hogy mondjam, hogy a bevételünk majdnem teljesült az előirányzathoz, mert 1 milliárd 451 millió volt az előirányzat, és 1 milliárd 394 millió. Tehát jól, ez azért volt fontos, hogy az adóbevételeink az idén teljesültek, amitől mindig féltünk, hogy mi lesz, ha megint jön egy olyan, hogy ennyi az adóbevétel, de vissza kell fizetni több 100 millió forintot. A kiadások azok úgy tűnik, hogy nem, de ha a táblákat végignézzük, akkor az időarányosnál, tehát a 75%-nál kicsit alacsonyabban teljesültek. Két olyan szakfeladat van, ahol 90% fölött van a teljesítés, az egyik a közvilágítás. Az egyik a közvilágítás, és erre majd a részletekbe belemegyek, hogy ezt majd egy módosított határozatban meg kell növelni. 12 millió 510 ezer forint volt előirányozva, és ennek a 90%-a teljesült szeptemberre. Ezt rosszul terveztük, vagy közben? Nem rosszul terveztük. Én tulajdonképpen azt tudomásul kell venni, hogy a önkormányzatra nem vonatkozik a rezsicsökkentés. Az EON egyetemes szolgáltató, és az elszámoló számlánál egy olyan brutális különbözetet mutatott ki, aminek megfelelően osztotta a további 6 hónapra az előleg számlákat, illetve a körülbelül számlákat. Tehát a havi számlánk, külön számlánk 600-ról 900 ezer forintra emelkedett föl. Ezt csak én azért mondom, visszatérve az előző témához, hogy 15 millió lesz a közvilágításunk, hogy amikor én mindig arra hivatkoztam, amikor a kommunális adót emeljük föl, 4500 forint per család, per évről, amiből van 7-8 millió forint bevételünk, hogy ez a közvilágítási számlának a felét nem fedezi. A másik ilyen tétel volt a sporttelepnek a dologi kiadásai. Na hát ide tényleg nagyon keveset terveztünk be, de azt hiszem 2 millió 600 ezer forintot terveztünk be, de sok mindent nem vettünk számításba. Többek között nem számoltunk, hát jövőre majd odafigyelünk rá, hogy a tűzivíz az hozzánk tartozik, mert a mi feladatunk, annak a havi alapdíja, úgyhogy egy ramvíz nem megy le róla, az több mint 7000 forint. Tehát ez egy majdnem 100 000 forint, mert akkora keresztmetszet, tehát a mérőnek a kapacitása határozza meg az alapdíjat. Nem számoltunk olyannal, hogy a katasztrófa védelem előírta a tűzvédelmi terv és a menekítési tervnek az elkészítetését. Ez sem milliós tétel. És nem számoltunk arra, hogy ilyen nyarunk lesz, mert a hivatalnak a feladata, hogy a pályán kívüli zöld területet mi kezeljük. Na most, ha csak ezeket úgy összeadom, úgyhogy itt is egy emelésre lesz majd szükség, nem sokra, vagy 500 ezer forintos emelésre lesz, tehát jövőre meg kell gondolni, hogy a dologi kiadásokban mennyit teszünk bele. Egyébként összességében hogy alakultak a működési kiadásaink? Nagyon jó. Meg, ahogy mondjam, az összes intézmény
Tehát hatott az a levél, ami a tavaszi időszakba elment, hogy fogjuk vissza, és ami nem szükséges, azt ne. És ez nem a beruházásokra vonatkozik elsősorban, hanem próbáljunk meg takarékosan gazdálkodni. Ez bejött. Tehát minden intézmény ezt nagyon keményen betartotta, és ezt köszönöm mindenkinek. Milyen beruházások maradtak el? Tulajdonképpen igazából erre majd készülök, mert most csináltam a beruházási táblát, most nem tudom itt felsorolni. Igazából nem minden beruházást elindítottunk, ami nagyobb beruházást, sőt, hát hála Istennek itt pályázati pénzből indíthatjuk az újakat is, de alapvetően nagyon kevés volt a beruházási tételünk összességében. Tehát ilyen kevés már évek óta nem volt. Itt, ami kimaradt a beruházásokból, ezek a garanciális visszatartások, ami majd lehet, hogy 5 év múlva fogják lekérni, tehát igazából nagy beruházás nem maradt el. Pénzügyileg tulajdonképpen akkor nem áll rosszul a település a szeptember 30-ai zárást áttekintve. Minden hónapban megkapom a költségvetés várható alakulásáról, akkor így mondom, mert ezt így ki tudom mondani, a tervet, amit a költségvetésbe évelején bele kell állítanunk, tehát havonta, hogy jutunk el az év végéig a bevétel kiadási oldalon, és pontosan ma kaptam meg a november végi zárásnak az eredményeit. Jó, hát ehhez hozzájárulnak a elnyert pályázati pénzek is, de kezdetnek nem rossz a jövő évre, hogy mivel tudunk átindulni a jövő évbe, csak nem tudjuk, hogy a jövőben mi lesz. Mert még a normatív táblát a mai napig nem kaptuk meg, úgyhogy nem tudom, hogy milyen számokkal játszunk. És itt az iparozási adó is keményen benne van, hogy mennyit vonnak el, kapunk-e úgynevezett beszámítási pénzt az alapintézményeinkre, nem tudom, tehát nem vagyok optimista a jövővel kapcsolatban. Az idei év az, azt mondom, hogy jobban zárult, mint ahogy gondoltuk év elején. Az elmúlt években a novemberi testületi üléseken született meg döntés az étkeztetési nyersanyagnormákról, valamint a szolgáltatóknak fizetendő térítési díjat is ekkor állapítja meg a testület, vagy állapította meg a testület, és a szolgáltatókat is kiválasztotta. Ez idén hogyan zajlott le? Ez idén úgy zajlott meg, hogy ugyanúgy bekértem az ajánlatokat, ugyanúgy megtartottam az érdekegyeztetést, és az egész anyagot kiküldtem a képviselő testületnek, és a képviselők válaszoltak. Kik voltak azok a szolgáltatók, akik ajánlatot adtak? A szokásos, tehát Bakonygazd megint színre lépett, jelentkezett még hozzá, nem is rossz ajánlatokkal. A Petőfi rendezvényterem, csak nekem igen. Rendezvényterem, illetve a Szepaszolg. Na most én ezeket kiküldtem a jegyzőkönyvet, és meg, hogy mondjam, többségi, sőt, döntő többségi javaslat volt, hogy mi történjen, és ennek megfelelően hoztam meg a határozatot, hogy a Szepaszolg mind a három ellátási terület, az iskola, az óvoda és a gondozási központ étkeztetését is megkapta. 2020-ban még volt egy másik szolgáltató is. A rendezvényterem, volt. Milyen indokok szóltak ellene? Most a válaszokból én ezt nem tudtam kiszedni, hogy milyen indokok voltak. Ez volt a testületnek a hozzáállása, és annyira többségben volt, mert egy kis illegés-billegés van, akkor mivel tehát határozatot hozhatok, akkor döntöttem volna, de nagyon egyértelmű volt a képviselők hozzáállása. Tehát polgármester is egyetértett ezzel a képviselőtestületi állásponttal? Nem, azzal értettem egyet, amit ők javasoltak. Nekem ennek figyelembevételével kellett meghoznom a... De a testületi ülésen lett volna, akkor ő is felteszi a kezét? Ha a testületi ülésen vagyok, én biztos nem erre teszem föl a kezemet, de akkor is végre kell hajtanom a határozatot.
És most nem polgármesteri határozat van, hanem képviselőtestületi határozat. Ezt így hívják. Tehát a polgármester az végrehajtó ebben az esetben. Így van. Így van. Így van. Az összegekről, a térítési díjakról beszélhetünk most? Volt emelés, de erre nem készültem, olyan nagyon jelentős nem volt. Tehát volt emelés, mindenhol volt emelés. Ezt majd a szülők megismerik, mert ha most elmondanám, akkor sem mondaná szerintem semmit, mert az intézményi térítési díjról majd hozunk rendeletet, azt már kiküldtük. Na de amit a szülőnek kell fizetni, azt meg az intézmény vezető dölti el. Ugye, mert vannak kedvezmények, tehát ő határozza meg, hogy ténylegesen a szülő mennyit fizet. Mert ez, hogy a norma mennyi, meg mi, ebben az van benne, hogy az önkormányzat mennyit fizet. Ebben keményen az van leírva, hogy nekünk mennyit kell fizetni. Az, hogy a szülő mennyit fog fizetni, ezt majd az intézményvezető dönti el, a mindenféle kedvezmények figyelembevételével. Valakinek semmit. Óvodában például 90% semmit nem fizet, bölcsődében szinte 100% semmit nem fizet, az iskolánál vannak a 50%-osok, vannak az ingyenesek, tehát tulajdonképpen a szülőknek egy jelentős részét ez igazából nem is érinti. Viszont ugye említette azt, hogy az önkormányzat mit fizet, azt azért lehet tudni, hogy emelkednek ilyen szempontból az önkormányzat kiadásai? Hogyne? Persze, persze. Mennyivel? Sokkal? Vagy ezt sem számolták? Én ezt januárban szoktam kiszámolni, amikor össze akarom hasonlítani azzal, hogy mennyit kapunk gyermekétkeztetés támogatására. Most még nem álltam neki, mert létszámadatok is kellenek nekem. De emelkedik. Bursa Hungarika. Igen, beadták a pályázatokat. Hála Istennek a testület az elbírálás szempontjairól döntött, hiszem a szeptemberi képviselőtestületi ülésen. Ennek figyelembevételével és a Humán Bizottság múlt évben felállított kategóriával megfűszerezve, tehát hogy meg volt adva a minimum, mennyi lett a maximum. Ez ugye egy felsőoktatási ösztöndíjpályázat. Ez egy felsőoktatás, tehát 20 000 forint a maximum, és nem tudom, most 8 vagy 9 000 forint a minimum. És erre tavaly a Humán Bizottság felállított egy ilyen kategória rendszert, a mindenféle pontrendszerből, hogy milyen összegeknél ez hogy alakul. Ezen semmit nem változtattuk, ezt tartottuk meg, és ennek megfelelően a elbírálás megtörtént. Hányan kaptak ilyen összegeket? 21-en, ha jól emlékszem, 21. A képviselőtestületi üléseken szokott lenni egy olyan napi rendi pont, amikor a polgármester szóban beszámol arról, hogy az előző testületi ülés óta mik történtek és milyen fontos problémákat kellett megoldania, és erről tájékoztatja a testületet. Most én is megkérdezem a polgármester asszonyt, hogy melyek még azok a fontos témák, amelyek közérdeklődésre is számot tarthatnak, és amelyekről szeretne beszélni. Én elmondtam, meg készültem, mert jövő héten lenne a képviselőtestületi ülés, úgyhogy én szoktam így összeírogatni. Na azért vannak érdekes dolgok. Mindezt csak azért akarom mondani, hogy én ezt a múltkor is elmondtam, hogy nálunk a november-december a két legszörnyűbb hónap az évben, a január és fél februáron kívül. Mert ilyenkor jön minden össze, ilyenkor kell megkötni a szerződéseknek a nagy részét, ilyenkor kell dönteni nagyon sok mindenbe, de ilyenkor történnek a zárások is. Na hát akkor, most november 24-től megyek, nem mentem vissza az októberig. Egy jó hír, hogy november 27-én megtörtént az ivóvíz vezeték kiváltásnak a műszaki átadás átvétele. Ugye ez egy nagy beruházás, hát majdnem 20 milliós beruházás, amivel nem csak 600 vagy 700 folyométer őségi acélcső ivóvízvezetéket váltottunk ki, de megoldottunk egy berhidai út alatti átsajtolást, úgyhogy lehet utat építeni a berhidai úton, most már nem kell fölbontani az ivóvíz miatt. Megcsináltuk a strand területén a akut bekötővezetéknek a kiváltását, tehát ezzel együtt, hogy a hidrológiai állapot a Pétfürdőnek jobb lesz a nyivóvíz meg a nyomás egyensúly miatt,
ha Isten adja, jövőre megnyerem az ötöst, vagy szerzünk valahonnan 1 milliárd forintot, és a strandot meg tudjuk építeni, akkor nincs akadálya, mert az ivóvíz nincs útban azoknak a medencéknek. Tehát ez elkészült. Akkor folyamatosan küldtük ki azokat az anyagokat a képviselőknek, ami egyébként a jövő heti testületi ülésen került volna tárgyalásra. Hadd vessem közben. Péti polgárként érdekelne, mennyire aktívak a képviselők egyébként a kiküldött anyagokkal kapcsolatban? Tehát érződik, hogy átolvassák, megnézik és visszajeleznek? Igen. Nagyszerű. Örömmel tölt el. Igen. De én ebben nem kívánok belemenni, mert igen. Kapunk visszajelzéseket. Tehát mindegyik kérdésre jött annyi válasz, hogy a határozatot meg tudtam hozni. Tehát... Ön említette, hogy ön a végrehajtó, tehát igen. Mindenképpen képben kell lennie a képviselők álláspontjával kapcsolatban. Annyi válasz jött, hogy annak alapján megerősítették a döntésemet, mert alapvetően itt nem kellett megváltoztatni semmit. Decemberi testületi ülésnek lett volna a témája a költségvetési rendelet utolsó módosítása. Ugye ez a beszámoló alapján is, meg hát kötelező is. És szeptemberben volt a költségvetési rendelet előző módosítása, és azóta jött egy csomó olyan határozat, amit meghozott a testület a szeptember ülésen, az október ülésen, meg november óta is voltak ilyenek, és összegyűlt egy pár, amit még be kell építeni egy határozattal ebbe a költségvetésbe. Hát ilyen a két örömteli hír, hogy november 27-én megkaptuk a hírt, hogy a Magyar Falu programban a Pömte bekötő úttal nyertünk 28.250.637 forintot. Ennek megfelelően ezt be kell építeni a költségvetési rendeletünkbe, ennek a felhasználását, meg a bevételi oldalát is, meg mindenfélét. Különböző fórumokon mindig felvetődik, hogy az önkormányzat hány pályázatot nyújtott be többek között a Magyar Falu Program pályázatára. 2020-ban, és ebből mennyi volt, ami nyertes? 2019-ben 6 pályázatot nyújtottunk be, közel 100 millió forint értékben, és ebből nyertünk 4,2 milliót az óvoda játék útorának a fejlesztésére. 2020-ban 6 Magyar Falu Program pályázatot nyújtottunk be, azt mondja, az 60, 75, 80, 90 millió forint értékbe, ebből 3-at nyertünk. Nyertünk még nyár elején az orvosi rendelő, hátsó, felnőtt orvosi rendelőknek hátsó teraszburkolatra, illetve védőnőknek a nyílászáró cseréjére, olyan 2,5 millió forint körül. Tehát 3-at nyertünk, az óvoda fejlesztése című pályázaton a napelemes rendszer kiépítésére 4,7 millió forintot, és akkor ez az utolsó, amit nyertünk, a önkormányzati utak címen adtuk ezt be, de ez a Pömte bekötőút, erre nyertük a 28 millió forintot, tehát az idén jól sikerült. Amire nem kaptunk még választ, illetve egyre kaptunk olyan választ, hogy nem nyert, tehát még tartaléklista sem, ez az eszközbeszerzés, amit a Pétkomnak próbáltunk megpályázni az ilyen kis gépekre. Ez egy 15 millió forintos tétel volt. Nem kaptunk még illetve tartaléklistára került, a temetővel kapcsolatban is adtunk be egy pályázatot, nem tudom, 15 vagy 20 úrnak eszon, és a harmadik temetőkapu építésére, hát most egy fejből nem tudom megmondani, de egy olyan 3-4 millió forintos támogatásigény volt. Erre azt kaptuk, hogy tartaléklista,
És amire még nem kaptam igazából választ, amiért még izgulok, hogy hát ha lesz meglepetésünk, a közösségi ház központi fűtés felújítására adtunk be egy 30 milliós pályázatot, amire se elutasítást nem kaptunk, se pedig az, hogy tartalék listára került. Tehát lehet, hogy csodák vannak még az életben, és lehet, hogy... Advent idejét érjük, reménykedjünk. Kapunk egy olyat, hogy jaj, nyert ez is. Költségvetésre rendelt módosításba határozatét bele kell tenni az útpályázat 28 millió forintját fölosztva a bevétel, kiadás, tartalék, melyik szakfeladatra tesszük. Ugyanígy bele kell rakni a Magyar Falu Program óvoda HMK-t, ez a napelemes rendszernek a elhelyezését, hogy átcsoportosítjuk az óvodából, a szakfeladatra nem sorolt, tehát ez egy ilyen átcsoportosítás. Bele kell tenni külön határozattal a közvilágítást, amit mondtam, hogy meg kell dobni 2,5 millió forinttal, és a sportélet dologi kiadásait 500 ezerrel. Na, ez kiment a képviselőkhöz, annyi támogató választ kaptam, hogy itt meg ez a 4 határozat megszületett. Jött egy kérvény, a PMTA adta be, hogy a 2020-21-es sportfejlesztési programban támogatást kaptak tehát a kírótól, a TAO programban. És ez a támogatás, amit végül is elkérhetnek, ugye ez nem elnyerik, hanem nekik kell összekuncsorogni, ez egy 2.682.000 forintos tétel, de ehhez kell egy 752.000 forintos önrészt felmutatni, és van a költségvetésünk céltartalékában egy olyan sor, hogy pályázati önrész. Ilyenre már pályázott a PÖMTE, meg is kapta annak, de akkor 3 millió forintot kapott. Na most ezen, hogy miről szól, hogy mit fognak ebből a 752.000 forint önrészsel is le tudják hívni a TAO támogatásokat megoldani. Hát lesznek benne beruházások, többek között a műfős pályán is meg lesz az elektromos eredményjelző tábla, egy ipari mosógép, hát ezért ezeket kell mosni, és akkor egyéb kiadások, ami a sportfejlesztési programhoz kell, sporteszközök, szállítási költség, és az egyéb ilyen közvetítői, meg mindenféle furcsaság. Tehát ez a 752. Erre is megkaptam annyi támogató javaslatot a képviselőktől, hogy bátran határozat megszületett. A nyárfa közvilágítási tervére erre már a képviselők támogatásokat adták, hogy megadják rá a pénzt, ezt elindítottuk, ugye mert elkészült a nyárfa köznek az útépítési terve, és ahhoz, hogy az útépítési tervnek az engedélybe előírás volt, hogy csak úgy helyezhető majd üzembe az út, vagy használatba, hogyha ott a megfelelő közvilágítás is megtörténik. Hát azon a részen, ott a Rózsa Ferenc álló mögötti részen semmiféle közvilágítás nincs, és a képviselők megértették, hogy hát akkor terveztessük már meg ezt a közvilágítást, és csináljuk meg, mert hát ha jövőre lesz megint egy Magyar Falu Program útépítési pályázat, és akkor a nyárfa köznek a kész, engedélyezett útépítését meg tudjuk valósítani. Ugyanez vonatkozik a hivatalnak a napelemes rendszerének a kiépítésére, amit támogatott a képviselőtestület, hogy indítsuk el a tervezést, pontosan azért, hogy hát, ha lesz jövőre pályázati pénz rá, és akkor már lassan minden intézményünk tetején ott lesznek a napelemek, úgyhogy ennek a tervezését is elindítottuk. Megkötöttük a temetőgondozási szerződést a Pétkommal, az étkezési nyersanyagokról beszéltünk, arra is a szerződéseket megkötöttük, tájékoztatóról beszéltünk, kursáról beszéltünk. Itt még egy dolog van, amivel adósok vagyunk a képviselők felé, a ellenőrzési munkaterv. Ugye ez a decemberi ülésnek a témája lesz, ez a héten összeáll, belső ellenőr úr összeállítja, ezt is kiküldjük majd a képviselőknek véleményezésre, úgyhogy ez is karácsony előtt erről a határozat megszületik, ugyanúgy, ahogy reményeink szerint a költségvetési rendelet.
utolsó módosítás. De mi találkozunk karácsony előtt, és akkor ezeknek az eredményét el tudom mondani. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én a meghívást.